Sziasztok, Norcsa vagyok, üdvözöllek a csatornán, és végre sikerült összevágnom ezt a vegyes vásárlós videót. Akkor mutatom is gyorsan, hogy mit vettünk a DM-ben, illetve egy valami a Kikből van, mégpedig ez a ilyen súroló szivacs, ugye ezt mosogatáshoz használom, ez pedig a Pepco-ból van, ez egy csomó hajgumi, ez fogyóeszköz. És akkor most jön a DMS vásárlás, egy mosógép méregtelenítő. Hát ez egy ilyen tisztító, tulajdonképpen két adagot tartalmaz, egy Always tisztasági betét, aztán fültisztító pálcika, egy 100-as papírzsepi, és ez pedig ugye 10 darabos papírzsepi, szintén 100 darab, vattakorong, a süninek 2 cicakonzerv, vagy ilyen alutálkás cicelledel, egy fogkrém, én szeretem ezeket ezeket a gyógynövényes dolgokat, aztán mi általában ezt a tengervizes orsprét, ezt a DM-ben vesszük, mert ott még mondhatom azt, hogy megfizethető áron van. Nekem a szokásos vas. Aztán egy habkő, amit nem a lábamhoz fogok használni, hanem van olyan edényem, amire hát eléggé rajt van az olaj, és nem jön le róla, tehát úgy rá van égve. És most azt olvastam, hogy habkővel nagyon jól eltávolítható, ki fogom próbálni. Elfogyott ez a sütőtisztítóm, és most egy DMS-et vettem. Aztán van itt fehérítő, ugye mosószer adalék, ebből vettem 3-at, férjemnek egy golyós dezodor, neki egy tusfürdő, nekem egy tusfürdő, ezt a múltkor használtam, ezt is annyira finom, nagyon jó illata is van egyébként, és van még itt egy folyékony szappan, úgyhogy ezeket vásároltuk a DM-ben. Gyógynövényboltban egy bulgurt és egy eritritet vettem. Mostanában többet sütöttem, jobban fogy az eritrit, és úgy veszem észre, hogy ebben a gyógynövényboltban még a legolcsóbb. A bulgurt már felbontottam, mert elfogyott az előző adag, használtam belőle. És ezen kívül még egy zacskó gyümölcsteát vettem, ugye, ami nem tartalmaz teafüvet, tehát csak maga a gyümölcs, sárga barack, hibiszkusz. Azt viszont benhagytam a munkahelyemen, de isteni finom. Sziasztok, akkor megmutatom, hogy mit vásároltunk a Kikben. Nem sok dolgot egyébként. Hát, ha tudnám, hogy hol raktam el őket. Na, itt vannak. Először is vettem magamnak egy blózt. Már a címkét levettem róla. Azt hiszem 1890 forint volt, hogy valamilyen nagyon-nagyon olcsó. Ez egy ilyen fekete-fehér, nagyon kényelmes viselet. Gondolom, mert nagyon-nagyon jó anyaga van neki, és nem vastag, abszolút. Egy picit ilyen hosszabb az ujja. Itt húzott, van egy ilyen kis gumis rész. Egyébként nekem nagyon tetszik, az anyaga is nagyon-nagyon tetszik. És hát, hogyha ugye az embernek, tehát egy kis kardigánnal majd télen jó lesz az irodába is, ha melege van, akkor azt a kis kardigánt le lehet venni. Szerintem egy kimondottan csinos darab. Aztán van egy másik, hát, amire a férjem rábeszélt, de nem tetszik. És tudom, hogy nem, miért nem tetszik igazából. Ez egy ilyen kis színes, virágos darab. Igazából most már a színeivel is van problémám, megmondom őszintén. Tehát, hát nem tudom. Tehát nem. Nem annyira tetszik, mindegy, ez is valami nagyon-nagyon olcsó volt, de tudom, hogy mi nem tetszik benne ez a rész. Látjátok, van itt elől ez a keresztpánt, úgyhogy ezt nagy valószínűséggel le fogom innét vágni, és akkor remélhetőleg jobban meg tudok barátkozni ezzel a kis felsővel, lehet most egy darabnak ez is jó. Aztán vettem egy nagyon-nagyon olcsó pulcsit magamnak, ez 630 forintra volt leakciózva. Ez egy sima, snasz, fekete kötött pulcsi. Hát sajnáltam, hogy nincs más színben, mert vettem volna még.
akár szürkét is, világos kéket, tehát szívesen vettem volna. Felpróbáltam az ujja egy picikét hosszú, azt felhajtottam. Egyébként egy sima kis kötött felső, nekem nagyon-nagyon bejön. Ezen kívül a kikben nem is vettünk se. Bence, behozod a dobozt a konyhaasztal, nem a konyhapultról? Igen. Mutasd behozom. Meg a pogikat, milyen szépeket sütöttem. Jó, majd megmutatom. Jó, a Bence behozza nekem a dobozokat, semmi, csak ez az ételtartó doboz, de ez mindig fogyó áru egyébként, ugye, ahogy az ember a mikróban melegít bent, megsérül és akkor már. Igen. Igen, köszönöm szépen, szépen. Megmutatjuk a pogácsákat is. Ez egyben van csomagolva, nem is tudom, talán 5 darab van bent, egész kicsi is, nekem szeretem. Hozom a pogácsát. Szeretem. Na ez saját készítési pogácsa. Bence saját készítési pogácsa, már úgy saját készítés, hogy segített ami nekem tudtam, rátenni a sajtot is. Ami tudtam, nagyon jó. Nagyon. Segített rátenni a sajtot is, meg lekente nekem tojással. Kispénz, kisfaci, na csumi. Kispénz, kisfaci, igen. Nagyon jó. Ő szelte föl, öltette nekem a tepsibe, úgyhogy tényleg nagy segítség volt. Megpróbálta betenni a sütőbe, de hát ugye elő volt melegítve, azt mondta, hogy hát azt inkább annyira nem, mert hogy fél, hogy megégeti. De hát mondtam, hogy egyelőre ott még csak a levegő meleg, de mindegy, azt elintéztem helyette, de nekem ez is jól esett, hogy tényleg oda jött, és azt mondta, hogy ő akkor abba segít. Na szóval ezek a kis tároló dobozok, ilyen kis picike tehát így látjátok itt az ujjamnál, tehát pár centi átmérőjű. Én viszont szeretem, mert amikor ilyen kis kenceficéből marad egy kevés, akkor azt olyan jó beletenni. Az egyen nagyobb, hogyha valami olyasmit, mondjuk gyümölcsöt viszek a munkahelyemre, akkor összeszelem, beleteszem, hogy ott azzal már nem húzzam az időt, úgyhogy én kimondottan szeretem. Hát árba ez 1550 forint volt, nem egy nagy összeg, viszont ez annyira nem is tartós dolog. Jó. Na, akkor ezt letudtuk. Akkor mondtam, hogy itt ilyen sok minden van egybe. A férjemnek egy téli kabát, na hát ezt én nem vettem volna meg, ezt őszintén mondom nektek. Alapvetően is van egy tök jó téli kabátja. De az anyukája kitalálta, hogy mindenképpen téli kabátot szeretne venni a születésnapjára. Úgyhogy elmentek a C-Hondalba, vásároltak egy téli kabátot. Egyébként tök jó téli kabát, tehát semmi problémám nincsen ezzel. Csupán annyi, hogy én egy picit rövidnek találom, és ugye a férjem pocakos, tehát nyilván egy vékonyabbnak, nem tehát hosszabb lenne. Na mindegy, azért az nagyon pozitív dolog benne, hogy ez a kabát, ez kapucnis. Tök jó kis bélése van neki, tehát tényleg egy könnyű kabát, de azt gondolom, hogy meleg kabát. Van rajta talán belső zsebe, igen, van belső zsebe is, akkor van itt oldalt ez a zseb, tehát nem is tudom, hogy tudom jól megmutatni nektek. Talán még jobban látjátok. Úgyhogy ez a kabát, egyébként biztos, hogy szuper jó kabát lesz neki. 20 ezer forint, mondjuk én nem adnék 20 ezer forintot egy ilyen Jackie téli kabátért, szövetkabátért, igen, ilyen nem. De mindegy, az édesanyja ezt szerette volna, ezt kapta a születésnapjára tőle, nincs ezzel semmi probléma egyébként. Akkor megyünk tovább. Én vettem magamnak egy hátizsákot, egy olyan hátizsákot, amivel, tehát nem csak egy kiránduló helyre lehet elmenni, hanem összességében ez egy simán utcai táskaként is hordható hátizsák. Mondjuk én így munkában biztos, hogy nem fogok ezzel menni, de például megyünk majd csapatépítő tréningre, és akkor mégsem azt a keresztpántos ilyen hát női táskát fogom vinni magammal, hanem akkor viszem ezt. Volt egyébként régebbről egy kis vajszínű hátizsákom, arra jó már, hogy amikor a Bencével horgászni megyünk, akkor abba beledobálja különböző dolgokat, és akkor abban vigyem, de úgy egyébként már nem mutatkozom azzal a hátizsákkal. Nekem ez nagyon bejött színre is, ezen kívül volt még rózsaszín. Hát azért, ha észrevettétek, annyira nem vagyok rózsaszín párti. Ennek az ára az 10.900 forint volt.
bele van itt hímezve, hogy Jenniferi, itt van egy cipzáros részben, és akkor párnázott neki ez a nem tudom én, mi ez, vápántya, állítható, és tényleg, tehát szép, szép kidolgozású, és akkor mutatom mindjárt a belsőjét nektek. Belül itt van egy ilyen kis, szerintem ez ilyen mondjuk telefontartó rész, hát igen, így látszik, és akkor itt szintén benn van a márkajelzés, hogy Jenniferi, itt van egy cipzáros, ez egy ilyen nagyobb rész, és akkor tudjátok, a közepén pedig hát van egy ilyen nagyobb pakoló, és nagyon jó tartása van neki, tehát azért azt szerintem így látszik, nem nehéz, nem kemény, de az alján is van egy ilyen, mindegy, nem jut eszembe a szó, tehát hogy ilyen stabil legyen az a plöttyet valami. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az anyaga is vízlepergetős, ez nekem nagyon sok évig hátizsák lesz, úgyhogy ezzel megleptem magam. Akkor jönnek a cipők. Hát ilyen cipőt már láttatok tőlünk, a férjemnek a szokásos Land Rover túra cipő, nagyon-nagyon nehéz járása van neki, és ráadásul ő neki a saroknál van egy ilyen csontkinövés, és itt ez a része a cipőnek, ez a része itt hátul, az ő neki mindig tönkre megy. És annyira nehéz járása van, hogy nagyon drága talbetétet veszünk neki bele, de akkor is kijárja a talpát a cipőnek, úgyhogy hát szinte minden szezonra kell neki egy ilyen cipőt vennünk, de ez nagyon bevált, tehát jól tud benn menni. Nem ázik be, tényleg egy nagyon-nagyon jó cipő. Ilyen van neki, tehát ez a márka van neki egyébként téli bakancsba. Most ennek az ára az 9990, tehát egy 10 000-es volt. Ő neki ezt vásároltuk a Deichmannban. Vagyis hazudok, nem úgy vásároltam el, hanem úgy rendeltem online, de ugye önállal tudtuk a méretet. Én meg ugye többször, ha vettem már én is a Deichmannból. Ez nekem egy Easy Street cipő. Hát ez most már itt egy kicsikét koszos, mert hogy én ezt már megmondom őszintén, hogy kétszer felvettem, és kutyasétáltatás volt benn. Egyébként nagyon-nagyon kényelmes, nagyon jó talbetét van benn. Ugye ez az Easy Street, ez egy kényelmi cipő. Többféle cipőm, csizmám is van a Deichmannból, ezzel a márkával. Én nagyon szeretem, és nagyon elégedett vagyok ezzel a márkával valóban. És a testvéremnek volt ilyen cipője, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon kényelmes. Aztán mondtam neki, hogy ha nem haragudna meg, akkor én is vennék magamnak egyet, hát azt mondta, hogy egész nyugodtan vegyek. Úgyhogy valóban nagyon-nagyon jó a cipő, hogyha olyan lábfájósok vagytok, akkor tényleg ajánlani tudom ezt a cipőt. Ennek az ára 11 000 forint volt. És itt egy valamit szeretnék nektek megmutatni. Kicsit zörgök. Ez a keresztlányomnak a születésnapjára lett. Szerintem említettem már, hogy amikor itt voltak nálunk, és akkor ugye névnapjára is azt kaptam, amit kért, övet kért mindenféleképpen, annak is nagyon örült, kérdeztem, hogy mit szeretne a születésnapjára, és hát azt mondta, hogy övtáskát szeretne. Jó, milyen színűt szeretnél? Hát lilát. Ha nincs lila, akkor fekete. Na most kerestem a Deichmannba, kerestem a CCC-be, kerestem a Kikbe, kerestem a Pepkóba, és sehol nem kaptam, ugye ajánlották a kínai, tehát oda nem mentem el, hanem ezt online rendeltem. Nem volt drága, 2100 forint, a szállítási díj is 500 forint volt hozzá, tehát nem volt a szállítás sem olyan nagy tétel. Egyébként szerintem nagyon jól néz ki, és nagyon fog tetszeni, úgyhogy majd ezt kapja a születésnapjára. Hát nem tudom, ezt majd az anyja valamit csinál vele, mert azért ez nem gyerek, hanem ez női méret, és kisangyalom olyan kis sovány, hogy hát itt az anyjának majd be kell ezen venni egy kicsit, mert hát ez most le fog róla esni. Egyébként nagyon jó,
mert itt elől van neki egy ilyen jó kis cipzáros rész, én most kaptam be, bocsánat, egy ilyen kis cipzáros rész, aztán van itt egy nagyobb rész, így, egy nagyobb, és akkor itt a tetején is van, ide meg így hát, a ugye, ami a pacakjához megy oda, tehát arra a részre, tehát a hátsó felébe tud pakolni. Úgyhogy szerintem ez nagyon nagy boldogság lesz, hogy megkapta ezt, még ha nem is lila, de azért itt annyiféle szín van benne, hogy hajaj. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Ezt remélem, hogy hamar sikerül majd feltennem nektek, mert tudom, hogy mostanában így akadozok a videókkal, de majd változni fog ez a helyzet. Úgyhogy most elköszönök tőletek. Sziasztok!